Bogdanovics Anne Mária itt mellettem. Sikerül győzni Debrecenben a második mérkőzésen ennek a mai mérkőzésnek a fényében? Mi mindent megteszünk a hazai pályán egy hét múlva, hogy nyerni tudjunk. Én azt gondolom, hogy ugyanígy nehéz lesz az otthoni meccs is, mint az itteni. Egy picit csalódott vagyok, hogy így kiengedtünk a végére, és hogy ennyi hibát követtünk, technikait is, meg zicsert is, meg hát védekezésben is nagyot hibáztunk, de javítani fogunk ezen, és az otthoni pályán mindent megteszünk, hogy jó meccset játszunk. A szurkolóitokon nem múlott semmi, hiszen itt voltak, szurkoltak nektek. Milyen hangulat vár Debrecenben a győri csapatra? Így van, itt voltak a szurkolóink, nagyon örülünk nekik. Én azt gondolom, hogy otthon sokkal pokolibb hangulat lesz. Nagyon számítunk a szurkolóinkra, eddig is biztattak minket, ezután is fognak, és én azt gondolom, hogy nagyon jó meccs várható egy hét múlva. 2009 eleje óta a Győr verhetetlen itt Magyarországon. Megvan az a taktika, megvan az a trükk, amivel esetleg meg lehet őket lepni egy hét múlva? Én azt gondolom, hogyha mindenki a maximális teljesítményt nyújtja, odafigyelünk a védekezésben, keményebbek leszünk, taktikai dolgokat betartjuk, akkor én azt gondolom, hogy bármi lehet. Nagyon szépen köszönöm, egy hét múlva meglátjuk, gratulálok. Most pedig...